Köszi Bence. Köszi Bence, hát azt mondja Mező Misi, hogy ő nem találkozik az előadókkal, én viszont igen, és itt van mellettem Gulyás Roland. Roli, hát az a helyzet, hogy valószínűleg már megszoktad ezt, amit most mondani fogok, de hát nem csak a képen, hanem élőben is nagyon megnyerő a külsőd. Nagyon jól nézel ki, és képzeld el, hogy nem csak én mondom ezt, ugyanis rengeteg komment érkezett a külsőddel kapcsolatban is. Viki azt mondja, hogy szerintem szuper jó hangod van, jó képű, érzelmes, jó pasi vagy. Szerintem minden normális rő ilyen férfiakra vágyik. Jaj, ha kicsit fiatalabb lennék. Na mit szólsz? Mit üzensz Vikinek? Elsősorban nagyon szépen köszönöm Vikinek, és nagyon kedves, amit mondott. De nem csak Vikinek tetszel, meg nem csak egy csomó embernek tetszel, és nem csak a külsőt, hanem a hangod is. Mit szólsz a zsűri kritikájához? Ott volt egy-két furcsa gondolat, de azt majd mindjárt megbeszéljük. Egyszerűen olyan boldog vagyok, hogy itt lehetek, és amikor megtudtam, hogy itt vagyok, olyan extázis vagyok, hogy igazán nem emlékszem, hogy mi történt. Segítek! Bot Miki azt mondta, szakmailag oké, okay, de nem kiemelkedő az előadás, az éneklés nem kiemelkedő, átlagos volt. Mit gondolsz erről? Úgy gondolom, hogy mindenkinek van egy saját véleménye, én ezt tiszteletben tartom. Viszont én megjegyezném, hogy szerintem fontos az is, hogy legyen egy általános vélemény is, ne csak egy saját vélemény. És úgy gondolom, hogy Miklós ez esetben inkább a saját véleményére hagyatkozott. Ez egy frappáns válasz volt, viszont Kareszt, tudod, mit mondott rólad? Azt mondta, hogy csiszolatlan gyémánt vagy. Egy kicsit azonban több szenvedély kellene, és csatlakozott hozzá Sel Judit is. Ne fegyelmezd magad ennyire, mert nagyon kíváncsi az érzéseidre. Te mit gondolsz erről? Te tényleg egy kicsikét ilyen zárkózottabb típus abszolút vagy? Abszolút nem, én nagyon nyílt vagyok, és én mindig szeretem kifejezni magam egyébként, és én nagyon szeretek a jelenben élni, és szeretek boldog lenni. De egyébként én is azt éreztem a színpadon, hogy egy picit talán így bezártál. Lehet, hogy te úgy érezted, hogy nem. Én egy picit így éreztem. Mindent sikerült megmutatnod egyébként a színpadon, amit szerettél volna? Szerintem úgy gondolom, hogy igen, de azért vannak még tartalékaid. Rejtett tartalékaid? Majd az elődöntőre tartogatod, mi? Köszönjük szépen, gratulálok még egyszer.